arcmasszázs, aztán a fodrászék következik, majd a manikűr. Ideális délután minden nőnek. Nagyon jól kikapcsol, felfrissít, így egy órára megfeledkezel magadról. Ugye most már elég sok esetben a hölgyek nem nagyon tudnak magukra figyelni, család, egyéb munkahely, egyéb elfoglaltságok miatt. Itt van lehetőség egy órát csak magaddal törődni, úgyhogy ez egy fantasztikus lehetőség. Egy lehetőség, amellyel azok élhetnek, akik már a poklot is megjárták. Az egyik székesfehérvári kozmetikus jótékonysági akciót hirdetett. Minden hónapban egy éven keresztül vendégül látnak egy hölgyet, aki átesett a mellrákon. Az édesanyámnak volt ilyen betegsége, és egyébként meggyógyult belőle, és ennek kapcsán merült fel bennem ez az ötlet, hogy így ezeknek a hölgyeknek adjunk valamilyen pozitív dolgot, és hát mivel ez a foglalkozásom, ami kozmetikus vagyok, ezért szerintem nagyon fontos az érintés, és azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, hogy ennek a hölgyek örülni fognak, és hogy a bőrükön keresztül a lelküket is meg tudom így simogatni, és akkor ez a gyógyulásukat elősegíti. Az orvosok szerint a gyógyszeres kezelés mellett fontos a gyógyulásban a lelki harmónia. A támogató közeg elengedhetetlen, de az ilyen alkalmak is hozzásegíthetik a hölgyeket nőiességük erősödéséhez. A gyógyszeres és műtét és sugárterápiás kezelés mellett igenis vegye igénybe a lelki békéjének a helyreállítását elősegítő embereknek a felkeresését, és vegye körül nagyon pozitív és vidám társasággal körbe magát, akik támogatni tudják őt mind lelkileg, mind szellemileg. Németné Vondrasek Éva kálváriája 2011. januárjában, a születésnapja után egy nappal kezdődött. Ugyanis ekkor fedezett fel egy csomót a mellében. 6 kemoterápia, műtét és 32 sugárkezelés után legyőzte a mellrákot. Közölték, hogy fél éven van hátra, nyirokáttétes emlőrákon van. Ezek után kerültem az onkológiai intézetbe, és ott hát azt mondta a doki, hogy nem azért ennyire nem biztos, hogy durva, de addigra 3-3 centi fölötti tapintható csomóm volt, 2 a mellbe, 1 a nyirokcsomóba, úgyhogy 6 kemoterápiát kaptam, utána volt egy részleges mellműtétem nyirokát csomó eltávolítással, ott viszont kivették az összes nyirokcsomót, majd 32 sugarat kaptam, aminek 2011. október 5-én lett vége. Azóta igazából a nyiroködőmen kívül nagyobb problémáim nem nagyon voltak, de az elég nagy, úgyhogy azzal küzdünk a mai napig. A diagnózis közlése miatt az elején bekapcsolta én csak azért is életben maradok dolog, így aztán nem éltem meg annyira rosszul, mint sok sorstársamtól hallottam. Azt tudom mondani, hogy a családom teljes mértékben mellettem állt, a párom 100%-osan, a munkahelyem az elején szintén, tehát így nem volt annyira megrázó a dolog. Mindenképp terveim voltak, mindenképp meg akartam őket valósítani, illetve hát még egy része most is várat magára, úgyhogy így nem volt annyira tragédia számomra. Egyébként ennél a betegségnél is, mint nagyon sok másiknál, a legfontosabb a megelőzés, hiszen az időben felfedezett mellrák jó eséllyel gyógyítható. Havonta tapintásos emlővizsgálatot soha ne felejtsük el, aki már menstruál, annak nagyon fontos, akár fiatal korban is. 45 év felett minden nő 2 évente kap behívót, hogy jelenjen meg mammográfiás szűrésen, és ezzel a lehetőséggel élni is kell, hiszen az emlődaganatok nagy része kiszűrhető egy sima mammográfiás szűrővizsgálattal. Ezen kívül kihangsúlyoznám annak is a fontosságát, hogy ha a családban előfordult emlődaganat, akkor azon nők 10 évvel korábban jelentkezzenek mammográfiás szűrésen, mint ahogy a családtagoknak az esetében
korábban manifesztálódott, jelentkezett a betegség. A megelőzésben nagyon fontos, hogy ha csomót tapintunk az emlőkben a szűrés során, akkor jelentkezzünk háziorvosnál, aki tovább tud minket küldeni, vagy az, hogy esetleges elváltozásokat tudjuk identifikálni és kiszűrni. A figyelmeztető jelekre szintén fontos odafigyelnünk, ilyen az emlőbehúzódás, a mellbimbónak a váladékozása, vagy a csomótapintása az önellenőrzés során. Ezeket az önellenőrzéseket havonta érdemes a menstruáció befejeztét követően elvégezni. A programban még mindig jelentkezhet, aki átesett a betegségen, személyesen a szépségszalonban, akár a Remény és Szépség napján, akár a Facebook oldalon, sőt más szolgáltatók is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.